Ugye azt látni kell, hogy a kormány nem hosszabbította meg a kilakoltatási moratóriumot a június 15-i dátumtól, és letelt a 60 nap, és a pártunk és a hozzám beérkező információk és tájékoztatások alapján látni lehet, hogy a kilakoltatási dömping, ez a kilakoltatási hullám, az még csak most fog igazán beindulni, hogy az előírt 60 napos határidőt ugye a végrehajtóknak meg kellett várni, hogy kiírhassák a kilakoltatásokat, bár több olyan észrevétel is érkezett pártunkhoz, hogy voltam végrehajtó, aki kiírta a 60 napos határidőn belül is, és csak az utolsó pillanatban vonta vissza ezt a kilakoltatást. Ezen kívül ugye még problémát okoz most ebben a kritikus gazdasági helyzetben, hogy újra megindulhattak azok az árverezéseknek a kiírása, amit eddig ugye a veszélyhelyzet miatt a végrehajtók nem foganatosíthattak. Ez amióta újra jogosultságuk van a végrehajtóknak, hogy ezeket az árveréseket újra napirendre tűzzék és hirdetmény útján az MBVK oldalán kitűzhessék. Azóta 1100 ingatlant árvereztek el a végrehajtók, ez hozzávetőlegesen napi 40 darabot jelent. Megnéztük a MBVK oldalát, és majdnem 4500 ingatlan vár még árverezésre, hogy azokat megvásárolhassák. Ugye bele kell gondolni abba, hogy ez az 1100 ingatlan, meg ez a 4500 ingatlan, ami jelenleg is ugye árverezésre van kitűzve, ez több ezer családnak a lakhatását, és egyébként akár az egész életének a munkáját is elveszíthetik ezáltal. Nagy részük devizahitelből fakad egyébként, és gyakran találkozunk olyan esetekkel is, hogy bár ugye egy visszafizethetetlen adósság spirálba keverednek az adósok, és hiába elverezték el az ingatlanjukat egyébként a végrehajtók, már olyan nagy mértékű kamatok vannak ezeken a tartozásokon, hogy már nagyobb maga a tartozás, mint az ingatlan elverezés előtt. Ennek mindenféleképpen valamilyen megoldást kell találnunk. És ezt okozták, azt ki kell jelenteni, hogy a kormányok ezt okozták az elmúlt időszakban, hogy belelökték a magyar embereket ebbe a devizahitel katasztrófába, és a politikai impotenciát is ezt mutatja, hogy nincs még mind a mai napig megoldva a devizahitel csalás. Pedig csak törvénymódosításokra lenne szükség és politikai akaratra. Meglátásunk szerint nincsen szükség kétféle becsértékre sem, mivel ez nem kedvez egyébként nyilvánvalóan az adósnak sem, ezen kívül nem kedvez ugye az árverés kérőnek sem, hogy itt nem húz más hasznot, csak a végrehajtó maffiának a tagjai, illetve ugye az ingatlan árverési hiénák húzhatnak ebből hasznot. A Mi Hazánk mozgalom ezért határozottan követeli, hogy a már megindult lavinára és az infláció és a rezsijárak miatt biztosan berobbanó végrehajtási hullám elkerülése érdekében, mielőtt megoldásokat vár a kormánytól. Ezért a Mi Hazánk mozgalom követeli, hogy a kilakoltatásokat azonnal le kellene állítani a kormánynak, amelyek mögött devizahitel áll. Non-profittá kéne tenni a végrehajtást. Egyféle végrehajtói becsértéket követelünk, és a Varga Judit által benyújtott és aztán elfogadott szakaszolási törvényt, hirdetményi rendszert is mielőbb el kell törölni, mert abból sem az adósok, sem a követeléskérők sem járnak jól, csak a végrehajtó maffia és az ingatlan közvetítők. Ezért kijelenthető, hogy a kormánynak ezeket a jogos törvénymódosító javaslatokat el kellene fogadni, és mielőbb napirendre kellene tűznie, hogy ne a végrehajtó maffia és a ingatlan hiénák erősítsék ezekkel a törvényekkel, és őket gazdagítsák egyébként meglátásom szerint méltánytalanul, hanem az emberek emberséges adósságkezelését kéne a kormánynak mielőbb támogatni.